Irgalomnak minden, angyalisti égi szolgák, most őrizetek, légy üdvözült lény, kárhozott Manó, hozd ég fuhalmád, vagy pokol lehét. Gonosz legyen bár célod, vagy kegyes, de oly kérdéses alakban jelensz meg, hogy szólnom kell veled, idézlek, Hamlet, király, atyám, fejdelmidán fej, ne hagyd tudatlanságban szétrepednem. Ó, mondd, miért, hogy szentelt csontjait elszakadták viaszpóláikat? Miért, hogy a sír, melyben csöndesen láttunk betére, megnyitá nehéz márvány inyét, hogy így kivessen újra? Szólj! Mit jelent ez, hogy te, hold, tetem, egész acélban így feljársz a holdfakon fényére, borzasztván az ég? És mi, természetbohói, annyira megrázkodunk sok rémes gondolattól, mely túlhaladja értelmünk körét. Szólj! Mit jelent ez? Miért van? Mit tegyünk? Szóval, Arany János, most a eredetit játszanám le egy kis víz után. Szóval a Buskmor fiatal dán királyfi először megpillantja az atyát, a bástyán. Képzelked, hogy fúj a szél, sötét van, stb. Stb. Angels and ministers of grace, defend us! Be thou spirit of health or goblin damned! Bring with thee airs from heaven or blasts from hell. Be thy intents wicked or charitable. Thou comest in such a questionable shape that I will speak to thee, I'll call thee Hamlet, King, Father, Royal Dane, O answer me. Let me not burst in ignorance, but tell why thy canonized bones here in death have burst their cerements, why the sepulcher wherein we saw thee quietly inurned hath oped his ponderous and marble jaws to cast thee up again. What may this mean, that thou, dead corse, again in complete steel revisits the moon, making the night hideous? And we fools of nature so horridly to shake our disposition with thoughts beyond the reaches of our souls. Say, why is this? Wherefore? What should we do? Hát én bevallom, én elfogult vagyok. Nekem a magyar szöveg mágikusra, megmondom miért, mert érzem. Az idegrendszerem olyan, hogy mikor mágikus szavakkal érinkedik, akkor a tarkom elkezd megborsózni, a valóságosan érzem azt a érdekes villanyozást, hogy karon is mindenütt, de ez persze teljesen szubjektív. A mai feladatom az, hogy tárgyilagos eszközökkel bizonyítsam meg önöknek, hogy a magyar szöveg és a magyar Hamlet, az Arany János Hamletje mágikusabb, mint Shakespeare. Mi az, hogy mágikus nyelv? Nem csak megborzongás, vagy libabőr, meg stb. Stb., hanem
tárgyilagos eszközök is azok. Még hát az irodalmi kritikus, az összehasonlító irodalmár, a nyelvész és a költő lézer fényével kell nekem majd átvilágítani a szöveget és lefordítani a hangokat színes betűkre. És utána összeadni, hogy hol van a harmónia vagy a dikció, stb. No. Menjünk tovább. Menjünk, vagy nem menjünk? Ez is Shakespeare. Három kritériumot szeretnék érinteni ma. Közérthetőség, vagy például ezek az angol úgy hívja, ez is latin görög szó, onomatopoeia, összerakás, egy hibrid szó. Hangfelső szavak, ahol a hangzás az értelemben van, mi például lehelet. Igaz? Vagy nyelv, akkor a nyelv, palatális nyelv. Ez a mágikus nyelv szíve, és utána harmónia, hangi elemek, esztétikai összhangzata. Az, amint egy útjeleg, elképzelhető, mint egy nagy szimfónia, hogy melyik szerzőnek vagy a nagyobb zenekara igazából. Na, a következő akkor. Köszönöm szépen. Közérthetőség. A Shakespeare persze nagyon-nagyon régen írta, de látszik, hogy van elég sok elavult szó, ami már nem használnak, és például a sermons, vagy course, hát kínzó, hogy sok lábjegyzék kell a mai diáknak, hogy megbirkózzanak a szöveggel. A magyar majdnem teljesen értező, mondjuk viaszporláikat nem egy mindennapi szó, ugye? Az nem más, mint halotti lepel, ami be volt viaszkozva. Úgy temetszik el a... Megjegyzik itt a... Matematikai pontossággal szeretném bemutatni, hogy tényleg arany jobb, hogy ezt a fordulót megjárt, ezt a közérthetőség fordulót. A szó per sor átlaga Shakespeare-nél 8, arany 5. Nehéz, hogyha a diákoknak, vagy egy olvasónak, hogyha túl hosszú a sor, az ember nem kap levegőt például, vagy a színész. Szóval az elavult szó Shakespeare-nél ebben a szövegben, a monológban 12, aranynak 1. Szóval ez jó. A közérthetőség a mai világban, a mai új generációban nagyon-nagyon sokat jelent. Next slide. Dikció, a szóválasztás, safe, választékos, kifejezés, mód. Hangfestő szavak, ahol a hangzás, ezt már mondtam, ez a mágikus nyelv szíve. Na. Ó, irgalomnak minden angyal és égi szolgák, most őrizzetek, légy üdvözlő lény, kározott manók, hoznék, fuvalmár vagy pokol lehét. Szeretnénk most összpontosítani a figyelmemet a fuvalmát és a levét, a lehét. Az a szó, hogy fuvalmát, az úgy hívják a nyelvészek, hogy labial fricative, hogy a levegő kifelé fújódik, ezt megpróbáljuk, és a V is hasonló, csak a V az használja a hangot is, szóval egyik hangtal, a másik hangos, de lehet a fuvalmát, a szellet hallani. Na, angolul csak annyi van, hogy airs from heaven, levegő a mennyből. Mennyivel zseniálisabb, hogy fuvalmát. Fuvalmát. És a lehét, az angol azt mondja, hogy blast from hell. A blast az jó, az nem egy rossz szó, de a blastbe nem érezzük a hőséget, de a lehétbe igen, pokol, lehét. Szóval ez, hogy a hang maga, mint a meghalni. Az is egy nagyon hasonló és érdekes, hogy elhagyja a lélek, a teste, meghal. Oké, mehetünk tovább.
Itten meg a szavak, amit választottam. Inyét megnyitál, kivessen. Ezt a hangot, hogy ez a eny hangot, NY hangot, ez úgy jelenti, hogy palatális mással hangol, érdekes hang, ez ennyének hívja azt spanyol manyána, stb. Az ember nagyon nehéz ezt kiejteni, mert hogy próbáljuk befogni az órukat, és lehetetlen toppáltuk be fog robbani, mert a levegő kiszökken az óron és a szár, és de úgy, hogy nyomasztóan jön ki, mint egy szülés lenne igazából. Azért nagyon jó ez az inyét, mert mikor az angol állkapocs. Az inyé az azért nagyon jó, mert a fogsort kivették, akkor fából volt a fogsor, és ezt innen úgy temették el a királyt, és az a méhet, a méhet is, a szülést, mert a elme alatti dorombolások följönnek, és kiköpi valóságosan a szellemét, az apja szellemét. És érdekes ez a óriási kontraszt, miért is ír meg, mert csöndesen látom, hogy megnyitá a száj, megnyitá, igaz? Nehéz márvány inyét. Fantasztikus. Na most érzem a borsodik, érzem. Ez jó, ez azt jelenti, hogy mágikus, de most be lehet mutatni, hogy miért is, hogy kinek van több. Kivessen, ez is lehet érezni. Kivessen. Hát mennyivel jobb, mint Castilla. Ugye? Kivessen. Megnyitá. És ez a I-A, I-A. Ez nem csak, hogy a A-ból az, hogy ó, a Atya Úristen. Minden benne van, hogy kiszökött a szellem. És itt van előttem. A következő. Ugyanez van. Szólj, mit jelent ez, hogy te hol tetem egész acélban, így feljársz a hold fakó fényére. Milyen jó ez az alliteráció, ugye? Fel fakó fényére. De borzaszt választ igazán jó. Mert benne van a borzongás, ugye? Az, hogy borzasztó, ez a főnévből egy igét csinál, és úgy adja egy szóval az egészet. So, angol, making night hideous. A prózaikus. Semleges. Nem mágikus, de borzasztván. Az igazi. Mi természetben, hogy annyira megrázkódunk sok rémes gondolattól, mely túlhaladja értelmünk körét. Ez a megrázkódunk, ez is érdekes, mert az hang, rázkódás, egy erős ige úgy fejezi ki, és lehet érteni azt a villanyodást, stb. Az angol shake our disposition. Olyan formális. Nem ilyen spontán. Szóval ez ha valamilyen frakba megy a McDonald'ba, nem túl formal. De megrázkódom, az ott van. Mert tényleg szellem megrázkódik. Most a hangokról beszélt, mert óriási a zene. Aranynak különösen az asszonanciája, vagy később arról. Csak annyit most, hogy a tragédiában, drámában egyáltalán nem szokás a monológokban, hogy végső rim legyen, ne is keressük. Nincs végső rim. Forget, okay? De van belső rim, rokon rim, és ezeket elmagyarom, alliteráció, konszonancia, asszonancia. Ezt a 1, 2, 3, 4, 5 kategóriát megvizsgálom, átvilágítom a szövegeket. Belső rím mit jelent? Belső félbeszakított vagy késleltett rím. Például varat és halasmi jófart. Ugye milyen jó ez a sor? Veszik bárdokból, varat és halasmi jófart, szemszájnak ingere, stb.
Rokon rím, ez majdnem rím, szóval megközelítő, körülbelüli rím. Kereszt, ez vagy király, tartomány. Mert a magánhangzók összehozzák, és a je és a nya. Elég közel rendben, mégis valami lesz egy hangcsengés, alliteráció. Ez azért fontos, hogy egy óriási angol száz egész Beowulf előtt a korai angol száz eposzokban, balladákban használták, hogy a kezdő betűk ismételődnek. A mágiára menőt, a M és az M. Volt egy jezsuita angol író, Gerard Manley Hopkins. I caught this morning morning's minion. Egymás után vagy 4M. Konszonancia. Mással hangzok, de nem csak, mással hangzok akárhol, nem csak a kezdetben. Ismételt mással hangzok, melyet igára hajt. Szóval ja, ez a J, nem az elején, de bent van valahol. És mert az ismételés egy elmi alatti alkotás. És van, mikor az hajtja a mondani valót érdekesen. Aszonancia, ebben Arany János, fantasztikus. A kunyhói mind hallgatva egy szóba, vagy mint ami bor pezsegve for, stb. Na, mehetünk megnézni a ja. Itt az első hangelem, belső rím, itt egy példa, nem akarom az egészet elolvasni persze. Be thy intents wicked or charitable, thou comest in such a questionable shape. Ez a rím persze, elég könnyű rím, de ugyanez a következő. Ugyanaz, gonosz legyen bár célod, vagy kegyes, de oly kérdéses alakban jelentsz meg, igaz? Charitable, questionable. Pontosan eltalálta, ugyanaz. Na, belső rímben aranynak 23-at számoltam, ez meg lehet számolni ezeket, Shakespeare-nek 16. A következő. A hangelem a hozzávetőleges rím Hamletbe, itt van ends, and saw, jaws. When we saw thee quietly in earn hath oped his ponderous and marble jaws. Vannak hideous glimpses. A betűk másak, de a hangzás, hogy ejti ki az angol, az számít. Azért glimpses, hideous, fool, souls, so on. Okay. A következő az arany. Hozzávetőleges rím. Si égi szolgák, most őrizetek, légy üdvözült lény, légy lény. Hozzávetőleges rím. Kározott manó, hoznék fuvalmát, vagy pokol lehét. Arany 25. Shakespeare 11. Oké. Okay. Következő. Ez az alliteráció, ezek az angolok persze nagyok, lehet látni, hogy BBBTTHH persze könnyű, mert annyi V és stb. Say, why is this? Wherefore? What should we do? 56 a Shakespeare, most az arany. Ott ez az őrület, elnézést, ez a by the way, this is the wrong slide, it's not the one we, not the final, but it doesn't matter. Igazából Shakespeare-nek 56 volt, aranynak meg 48. Elnézést, félre van írva, de erről beszélünk, hogy feljársz a hold fakó fényére. Oké? Okay? Ezek a mással hangzó, az ismétlő kezdőbetűim. Következő. Hangelem, konszonancia, ismételt mással hangzók. Why thy canonized bones hearst in death. Mással hangzók, az N és az N, 142. Nos, a aranynál, miért, hogy a sírmebe csöndesen látunk betéve, megnyitás, ilyen fontos, ez megnyitás, egy nyögés, ugye? Megnyitá nehéz márvány inyét, hogy így, ezek is a rokonok, így kivessen újra
aranynak 175, Shakespeare-nek 142. Aszonancia, a magánhangzók repetálásával az ismétlése például, to cast thee up again, what may this mean, e, without that course again in complete steel, revisits us the glimpses, másként írják, de ugyanaz a hang, glimpses of the moon, making night hideous, and we fools, moon fools of nature, disposition, stb. Stb. 54 aszonancia. Most ezt jól nézzük meg. Arany, 159. 159. És nagyon számítanak, hogy ez a ez a hirtelen megrágás és csodálkozás és elámító valami. De oly kérdéses alakban jelentsz meg, hogy szólnom kell veled, idézlek, Hamlet, király, atyán, fejdelmi dán, felej, ne hagyd tudatlanságban szétrepednem. Ó, mondd miért, hogy szentelt csontjait elszagadták viaszpolákat. Csak hogyha megy, ez az, lehet érezni. Megrád. Ha nem rád meg, akkor nem mágikus az kész. Ez a szubjektív, de lehet látni számokban, hogy 159, vagy 54 óriási a következő. Ezeket most össze lefordítottam én persze a hangokat most színes betűkre, hogyha összerakjuk ezeket, meglátjuk, hogy az összhangzása, 208-at számolok, ez azt az öt hangi vagy hangelemet, és ez olyan, mint egy zenekar, egy orkesztra, ugye? És megnézzük most az arany össze. 430. 430, 280. Ezt elszavaltam, ezt a monológot számos amerikai kollégának, és csak, hogy a füllel, a hangokkal, és bevallották, hogy sokkal zenésebb. Ott van a magyarban, megmondod a csöngés, az angolban nincs. Hát Kányádi Sándor is, ugye? Vannak vidékek. Ugyanaz. Megmondom, hogy mi a titokja ennek a mágikus nyelvnek. Szalontán született, és biztos szívébe, lelkébe már sokáig dorongoltak. Lehet, hogy alatt ezek a régi rőzseszékely dalok. És utána feltalálta az angolokat, a Robert Burns balladákat, a Walter Scott, és utána a Shakespeare teljesen megtanult angolul, nem tudott beszélni, de mindent értett, és de annyira foglalkozott vele, hogy meg is szállta 1848 előtt is, és utána persze úgy 1865-ben a szegény lányom Juliska meghalt, és átélte ezt a lelki megrázkodást, mert Shakespeare az a Hamlet, az egy igazából filozófia, metafizikus is. Szóval a Shakespeare-től megtanulta ezt a mélységet, hogy a nyelvvel ezeket a lét kérdései a halállal foglalkozon, egy atya elvesztésével, a retorzióval, tudta a feladatát, és komolyan, nagyon komolyan vette, hogy sokáig, hogy a pontos szavat eltalálja, hogy legyen frappáns. Mint Flaubert, hogy hát, hogy egy főnév vagy egy jelzőt, nem tudom, egy hétig a fejében. Ő is a fejébe vitte, akkor még a kisfaluli társaságban dolgozott, mint inkább, de nagy fáradtság után hazament, és mécses lámpával ebben foglalkozott évekig, titokban. Azt hitték, hogy egy három alatt ezt megcsinálta az egészet. De
Az ő feladat, mint sok műfordító feladat az, hogy próbálja megalakítani az eredeti szerzőjével együtt a műt. Nem csak azt, hogy áttelepíteni magyar földbe, de mindig úgy, hogy valahogy győzelmesen, hogy nehogy csak elérje ugyanazt a szín, hanem mint egy versenyképes, hogy hát én is mikor József Attilát vagy szerb annal, hogy angolul ez üssön, mert más a talaj, stb. Hogy hát valamikor szabados, például az állkapocs, hogyha az pontosan áfordítsa, nem olyan hatásos, mint az ínyét, az a nyögés, az az ín, és a horror, az állkapocs, az olyan ilyen fogorvosi valami. Szóval lehet látni, hogy óriási munka. A következőt, és ez most mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ő mágikusabb. Elhunyt persze a nagy a magyar Shakespeare specialista Géher István, eltén találkoztam vele, és ő írt, azt hiszem, a Holmi Bagy érdekes cikket a Arany Jánosról. Ő persze a legnehezebb, gondolom, tragédiáját fordította, azt állította. A következő. Na itt az igazi diakeret, az igazi mágia. Irgalomnak minden, angyalisti égi szolgák, most őrizetek, légy üdvözült lény, kárhozott manó, hozd ég fogalmád, vagy pokol lehét. Gorosztanyag bár célod vagy kegyes, de oly kérdéses alakban jelensz meg, hogy szólnom kell veled, idézlek, halek, király, atyám, fejtelmidám, fej! Ne hagyd tudatlanságban szétrepennem! Ó, mondd, miért, hogy szentelt csontjaik elszakadták mi az óláikat? Miért, hogy a sír, melyben csöndesen láttunk betéve, megnyírtál nehéz márvány inyét, hogy így kivessen újra? Szólj! Mit jelent ez, hogy te, hold, tetem, egész acélban így feljársz a holdfakon fényére, borzaszt már az ég. És mi, természet bohói, annyira megrázkodunk sok rémes gondolattól, mely túlhaladja értelmünk körét. Szólj! Mit jelent ez? Miért van? Mit tegyünk? Hazamegyünk. Megtanulunk rendesen magyarul. Következő.